jó tábortűznek, tehát elsősorban lényege, mint ahogy minden tűznek, hogy legyen egy megfelelő gyújtós. Cserkész tábortűzeknél nem használunk mesterséges anyagokat, mint papír. A tűzrakás fortéjaival, a kézműves örökség hagyatékaival, a közösséghez való tartozás jelentőségével ismerkedhetnek meg a gyerekek ebben a táborban. A cserkész mindig szereti a természetet és az állatokat is, és én azokat én is szeretem. Ciprázunk most, jobbra, balra. A hagyományaink és a népművészeti kincseink tovább örökítése is a cserkész mozgalom feladatai közé tartozik. Annak a tudatosítás, hogy a néphagyomány őrzése az nem egy ciki dolog, nem egy olyan dolog, amit esetleg már 7.-8. korban a gyerek elkezd szégyelleni. Erre ez lenne talán a következő legnagyobb lépés, hogy erre ezt tudatosítsuk a fiatalokban. A felelősségteljes gondolkodás, a lelki értékrend megerősítése, jelenformálás. Mindez a pedagógia, a vallás és az erkölcs eszközeivel. Erről szól a cserkészlét. A cserkésztábor minden szinten neveli a személyiséget, a közösséget formálja. Nagyon sokat tanulnak a gyerekek arról, hogy hogyan kell természetben élni. Különböző korú vajdasági gyerekek ütöttek tábort ezúttal a kishegyesi Velkertanyán, mintegy 90-en. Ez a tábor elsősorban a vidám gyerek mosolyról ismerkszik meg, és a történet, hogy ami köré csoportosul a tevékenység, ez a honfoglalás, tehát a magyarok bejövetele az őseik földjére. A tábor péntekig tart, de a cserkésztelep nem sokáig marad üresen. Augusztus 5-től a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség 25. jubileumi táborát szervezik meg Kishegyesen.